Napjainkra az ember teljesen átalakította, kiszárította a tájat. A tocsogós, zsombékos, vége láthatatlan réteg helyén is gabonamezők terülnek el. A hamvasréti héja kényszerből olykor-olykor a búzában költ. Az alföldi tájra oly jellemző szikes tavaknál természetes a nyár végi kiszáradás, ám most ez már májusban bekövetkezett. Az időszakos víztestek is életet adnak. Számos kétéltű, köztük a barna ásóbéka is előszeretettel szaporodik a halmentes vizekben. Mára az egykor volt vadvízország mesterséges csatornamedrek kialakult, partjait munkagép tartja rendben. De van még remény. A Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatóság a csatornákra épített létesítményekkel megtarthatja a tájban a vizet. A Petőfit is megihlető kutyakaparó csárda melletti nagy gáttó egykori medrében immár újra víz csillog. Partja mentén a beporzó körömére szirmot bont a védett mocsári kosbor. Ez az orchideafa is megszaporodott itt a víz hatására. A természetvédelmi őrszolgálat feladata többek között ezeknek a természeti értékeknek a számbavétele. Szinte hihetetlen, hogy a kőrös ér majd egy évszázadon át száraz medrét pillanatok alatt élesztette újjá a víz. De nem csak itt, hanem Jászkarajenőtől Galgahévízig összesen 13 helyszínen, 9 vízfolyás mentén épültek vízkormányzó műtárgyak. Ezek szabályozottan képesek a vizet kijuttatni a régi vadvízi medrekbe, éraljakba, szikes laposokba, láprétekre. A szelíd vízország alapjai ezek. A mára már jelentős hányadban természetvédelmi kezelésben lévő és oltalom alatt álló területek alkalmasak arra, hogy visszahozzuk a tocsogótól tocsogóig, nádasfolttól nádasfoltig csordogáló szelíd vizek országát. És ahol a víz, ott az élet, a nyüzsgő élet. A vándormadarak újra megpihennek, a kétéltűek megjelennek, és ha a víz kitart, akkor néhány hét alatt új generációk növekednek. A piroslábú cankó az egyetlen cankófaj, mely még költ nálunk. A törékeny alkatú gólyatöcs valószínűtlenül vékony és hosszú lábain a mélyebb vizeket is magabiztosan gázolja. A csupán átutazó vándorok hálásan tekinthetnek lefelé. A fáradt daru csapat újra pihenőre hívogató vízfoltok felett szárnyal. A nyári ludak és a nagy kócsagok is magukra találnak a szomját oltott tájban. A réti cankó és a többi vándor mind-mind költött itt hajdan, s talán majd egyszer újra fog. De nem csak a víz megtartás szolgálja az ökológiai sokszínűséget. Jászberény és Nagykáta közt található a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatóság egyik állattartó telepe, az Egres-Kátai Major. Az Európai Uniós pályázat keretein belül végzett telephelyfejlesztés eredményeként egy olyan színvonalú téli szálláshely került kialakításra, mely hosszú távon is biztosítja a nyík réten zajló külterjes állattartást. Ezen keresztül folytatható a hajta mentén a Natura 2000 jelölőfajok és élőhelyek megőrzése. A kivitelezés során szemes takarmánytároló, tűzi víztároló, újabb itatók kialakítása, állategészségügyi okokból új betonozott karám, valamint kerítés építése valósult meg. Teljesen megújult a gépszín és a gulyás szállás is.
A telepen 123 szürke marha tehén, 3 bika és 80 idei borjú várta a mai nagy napot. A major mindössze téli szállású szolgál az állatoknak. Tavasztól őszig a Tápióhajta vidéke tájvédelmi körzet legnagyobb rétjén töltik az időt. A kihajtás napja hagyományosan április végéhez köthető, de 2022-ben a rendkívül aszályos tavasz miatt két héttel később, május elején terelték ki az állományt a nyári legelőkre. A gulyát évről évre egy igen látványos eseményként, a régi idők hagyományait felillesztve lovasok segítségével terelik ki a 6,5 kilométerre található nyári szállásra. Az állatok kényelmes tempóban többször megpihenve teszik meg ezt a távolságot. A szürke marhák innentől fél éven keresztül a 600 hektáros Nyíkrét természetvédelmi kezelői lesznek. Ugyanis nekik köszönhető, hogy a sárga billegetőtől a kékvércséig, a fátyolos nősziromtól a szikikocsordig, a pusztai gyalogcincértől a nagy szikibagoly lepkéig számtalan védett faj megtalálja itt a megfelelő élőhelyet. Hiszen ha a jó gazda gondosságával sáfárkodunk a ránk bízott földdel, akkor a magyar táj, a magyar identitás fennmarad. Mindazok a növény és állatfajok, amelyek joggal emelik a Kárpát-medencét önálló biogeográfiai régióvá, szintén megőrizhetők az utókornak. Gyermekeinknek és az általunk megóvott fajok utódainak.